A város legfontosabb híreinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Az utóbbi években nyilvánvalóvá vált, hogy a pécsi erőmű korszerűsítésre, újításra szorul. A tervek szerint a technológiai modernizációhoz tartozik a nagybánya réti külszíni fejtés beindítása. A munka az újbányában a jövő évezred elején indulna meg, és mintegy 20 évre biztosítaná Pécs energiaellátását. Ezen a területen pár év múlva beindul a külszíni széntermelés. A nagybánya réti fejtés 20 évre tudná biztosítani a pécsi hőerőmű szénellátását. Ez a bánya azonban nagyban különbözik majd a korábban megnyitott karolinai fejtéstől. Az erőműnek kötelezően be kell tartani a különböző előírásokat, környezetvédelmi szempontokat. A karolinai fejtés 170 hektáron történik. Ezzel szemben az új külszíni bánya különböző fokozatokban csak 70 hektárt foglalna le, és összesen 5,5 millió tonna szenet lehetne kitermelni. Ha mégsem sikerülne megnyitni az új bányát, sok ember maradna munkanélkül, és az energia is drágább lenne. Ez mindenképp azt jelenteni, hogy az erőművet drágább tüzelőanyaggal kellene ellátni, importszénnel kellene ellátni, ez számításaink szerint mindegy 15-20%-kal drágább, és ez óhatatlanul ahhoz vezetne, hogy drágább villamosenergiát és drágább hőt tudnánk adni a városnak. Persze, nem mindenki örül az új külszíni fejtésnek, különösen nem a közelben lakók. Szerintük káros hatással lenne élőkörzetükre az új bánya. A pécsi hőerőmű sajtótájékoztatóján megtudtuk, a cég mindent elkövet, hogy a környezeti ártalmakat csökkentse. A vállalat szeretné megteremteni a kölcsönös párbeszéd alapjait az érintett terület lakóival. Mindemellett persze már érvényben van jó néhány olyan Európai Uniós rendelet, ami szabályozza egy ilyen bánya megnyitását és üzemeltetését. És ezek a rendeletek természetesen a pécsi hőerőműre is vonatkoznak. A cég azonban hajlandó lenne ennél egy kicsivel tovább is menni. Más tennivalóink is vannak. A mostani párbeszédünk is arra irányul, hogy tudnánk-e olyan környezetjavító intézkedéseket tenni az ott lakóknak, amely számukra nem lenne elérhető, ha nem lenne bánya. Például gondolok arra az alattomos környezetszennyezésre, ami jár azzal, hogy nincs csatornázás, nincs szennyvíz elvezetés. E tekintetben is úgy látom, hogy tudnánk a térség segítségére lenni. Emellett az ottani civil mozgalmak által felvetett helyi problémák, utak, az ottani intézmények működtetésében is én úgy vélem, hogy segítségünkre tudunk lenni. Az új bánya jelenlegi tervek szerint 16-17 éven át üzemelne. Ezt követően a cég azt állítja, 3-4 évre lenne szükség a terület rekultivációjára. A nagybányaréti külfejtést és annak hatásait természetesen nem lehet néhány percben bemutatni. Ezért ma este stúdióbeszélgetésre hívtuk Horváth Ernő külfejtési főmérnököt, akivel rövidesen beszélgetünk majd az ügy további részleteiről. Az Európai Unióban dolgozók munkavédelme érdekében új munkavédelmi kötelezettségeket határoztak meg. Magyarországon is 1998. január 1-től folyamatosan el kell végezni a munkahelyi kockázati értékeléseket. Erről kérdeztük az illetékeseket. Az Európai Unió 1996-os felmérése szerint 120 millió munkavállalóból 41 millió volt rizikótényezőknek kitéve. Ezért az Unió munkavédelmi szervezetei felismerték, minőségi termék nincs megfelelő munkavédelem nélkül. Ennek az elvnek a hazai alkalmazása teljesen új szemléletet követel a munkáltatóktól. Annak jelei tapasztalhatók, hogy ez a újfajta szemléletmód formálódik, sajnos a kis- és középvállalkozásoknál még nem eléggé. Viszont miután jogszabályi kötelem, sajnos ugyancsak egy néhány kellemetlen tapasztalat van, néhányan úgy szeretnék megoldani, hogy pénz van, nem számít, kiadják albérletbe a munka elvégzését, megcsinálják, nem szakértő szervek megcsinálják, és formailag megoldódott, de tartalmazott, a munkavállalók egészségének és a biztonságának védelme nem. A kockázati kör nagyon széles, ezeknek pontos behatárolását nem lehet törvényi úton szabályozni. Minden egyes munkáltatónak nem az a kötelessége, hogy a leírt jogszabályokban foglaltakat valósítsa meg, és ezzel eleget tett, hanem az, hogy jövőben
folyamatosan a munkavégzéshez kapcsolódó valamennyi kockázatot figyelemmel kísérje, függetlenül, hogy van-e annak megelőzésére jogszabályi kötelezettség vagy nem. Miután megállapítja a munkáltató a kockázatot, ennek megelőzésére kell, hogy intézkedéseket tegyen. Ez egy teljesen új gondolkodást vár el a munkáltatóktól, és éppen ezért nagyon szeretnénk azt, hogyha a munkáltatók minél hamarabb felismernék ezt a kötelezettségüket, és ne oly módon, hogy kiadják vállalkozásokba, hanem maguk végezzék ezt a tevékenységet. Milyen munkakörben helyezkedhet el az, aki a közismert nevén FEFI-ben kap diplomát? Milyenek a felvételi követelmények? Milyen sajátosságai vannak ennek a képzésnek? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik részt vettek az intézet mai nyílt napján. A Felnőtt Képzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet tavaly önálló karként vált ki a Bölcsészettudományi Karból. Az intézetben három szakon folyik a képzés. Humán szervező, művelődési menedzser és művelődés szervező diplomát adnak ki. Sokak számára azonban ma is megfoghatatlan, hogy mit akarnak ezek a szavak. Azok, akik az emberi erőforrással történő gazdálkodást választják életcéluknak, ami hát a nagyon tágan értelmezem a születéstől a halálig terjedő állami, társadalmi, gazdasági szolgáltatás, de ha nagyon konkrétan, akkor az alkalmas munkaerő kiválasztása, elhelyezése, elbocsájtása és a szervezeteken belüli karriernek a biztosítása. No, ezek a szakemberek erre lesznek kiképezve. A mai nyílt napon több órán keresztül igyekeztek megválaszolni az intézet oktatói azokat a kérdéseket, amelyek egy egyetemi felvételi előtt álló diákban felmerülhetnek. Az, hogy milyen értékek mentén folyik a képzés, azt, hogy a képzési rendszer hogy illeszkedik az egyetem egészébe, pláne egy ilyen multidisziplinális képzési szisztémánál, amit a FEFI tud produkálni. Jövőre mindhárom szakra 39 diákot vesznek fel, akik pszichológiát, jogot, közgazdaságtant, számítástechnikát, felnőtt képzést, marketinget, etikettet, esztétikát, protokollt és még sok mást tanulnak majd azért, hogy a jövő felkészült emberi erőforrás és felnőtt képzési szakembereivé váljanak. Ha a sugárzás veszélyeiről hallunk, mi pécsiek különösen érintettnek érezzük magunkat. A Nyugatmecsekben 42 éven keresztül működött az uránbánya, amit idén ugyan bezártak, de rekultivációja még sok-sok évet vesz igénybe. A valódi hatásokról, veszélyekről és a küszöbön álló feladatokról tárgyalnak a szakemberek a ma kezdődött őszi sugárvédelmi iskolában, az MTA székházban. A Paksi Atomerőmű két évente hívja össze az ország sugárvédelemmel foglalkozó szakembereit, hogy megvitassák a legaktuálisabb sugárzással kapcsolatos kérdéseket. Mindez persze nem csak a szakemberekre tartozik, hisz a Pécset élő ember többszörösen is érintettnek érzi magát. A Nyugatmecsekben évtizedeken át folyt az urántermelés, melynek következményeit még sokáig viselni fogjuk. Pakson atomerőmű működik. A kutatások egy esetleges atomhulladék temető elhelyezéséről is folynak. Mindezt riasztónak érez. Azt tudomásul kell venni, hogy az ember a környezetében él, és hogyha az ember az életminőségét megfelelő szinten akarja tartani, ez a környezet egy bizonyos szintű átalakításával is kell, hogy járjon. Természetesen ezt úgy kell végezni, hogy semmi olyan többletkockázat a tevékenységből ne származhasson, amit még az emberiség el tud viselni. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon egyrészt a hatósági szabályozás, másrészt ezen létesítmények üzemeltetése és felügyelete biztosítja azt, hogy ne származzon olyan többletkockázat ezekből a létesítményekből, üzemeltetésből, ami már elviselhetetlen mértékű lenne a lakosság számára, illetve jelentős többletkockázatot jelentene. Az őszi sugárvédelmi iskola idei fő témája a pécsi uránbánya jövője. A résztvevők látogatást tesznek a helyszínen is. A bányát idén bezárták, de hatásait még sokáig érezni fogjuk. A Mecsekérc RT most kezdett bele egy 5 éves rekultivációs programba. Jelenleg a megvalósíthatósági tanulmányok készülnek, ezek alapján választják majd ki a legmegfelelőbb eljárást. Nyilván azok a megoldások jöhetnek szóba, amik megakadályozzák azt, hogy a levegőben a megengedettnél nagyobb mennyiségű sugárzóanyag kerülhessen, megakadályozzuk a kiporzást egy takarással, illetve előtte a víznek egy jó részét el kell távolítani az agyterekből.
Fontos feladat a pellérdi, tortyogói vízbázis védelme, amit a közeli zagytavak szennyeznek. Igaz, itt a környezetet nem elsősorban a sugárzó anyag, hanem az uránfeldolgozás során keletkezett sótartalom veszélyezteti. Ön szerint hány év múlva lehet majd azt mondani, hogy elfelejthetjük, hogy itt volt Pécsett uránbánya? Hát nem könnyű kérdés. Mint említettem, ez a program, amit mi most megvalósítunk, és ebben az évben kezdtük ezt a megvalósítást, 5 évre szól. Ezzel a beruházási munka, ami a létesítményeknek az építését, megvalósítását jelenti, nagy rész lezárul. Elképzelhető, hogy pontosan az agytereknél ez valamivel hosszabb lesz még ennél a 2002-es befejezésnél is, és nyilván egy hosszú távú monitoring szükséges még akkor is, hogy ezek a létesítmények elkészülnek, hogy teljesen kézben tudjuk tartani, illetve információkat kapjunk a lezajló folyamatokról. A kínai köztársaság tájvani képviselete meglátogatta a városunkban lévő médiákat. A delegáció elsőként a Pécs televízió stúdiójában járt. Az 1992 óta működő tájvani tájékoztatási hivatal Tájpéi képviseletének vezetője ma délelőtt először jött városunkba. Látogatásának fő célja, hogy a helyi médiákkal jó együttműködési kapcsolat jöjjön létre a jövőben. A Budapesten székelő tájvani képviselet évente 3 vidéki városba látogat el. In this year we choose the Pest City. Idén azért jöttünk Pécs városába, mert tudjuk, hogy ez egy olyan vidéki város, amely viszonylag nagy számú népességgel rendelkezik. Épp ezért fontosnak tartjuk azt, hogy a térségben élőkkel is jó és eredményes kontaktust tartsunk fel. Ezt a média által lehet majd elérni. A jövőben számos tájvani nagyvállalkozás szándékozik hazánkban, és azon belül főként vidéken befektetni. Szeretnék, ha magyar terméket is importálhatnának. Szeretnénk Tajvan sikeres gazdaságát Magyarországon bevezetni. Ennek első lépéseként hoztuk létre a Magyar Kereskedelmi Hivatalt Tájpejben, júliusban. Ez a hivatal sokkal több információt tud közvetíteni Tajvanról Magyarországnak, mint azelőtt. Hatékony információáramlást és jó kapcsolatot szeretnék a magyar és a tajvani nép között. A tájékoztatási hivatal főbb tevékenységi körei a turizmus, a kereskedelem, a befektetés és az üzlet. Főleg ezeken a területeken kívánják Magyarország és Tajvan kapcsolatát a jövőben fejleszteni. 200-240 millió forintba kerül évente Baranya megyében, hogy a lehetőségekhez képest zökkenőmentes legyen a téli közlekedés. Az azonban tény, hogy a csapadékos hideg idő beköszöntével megváltoznak az út és látási viszonyok. Erre nem lehet elégszer felhívni, különösen az autósok figyelmét. És a figyelmeztetést tessék nagyon komolyan venni. Hangzott el azon a tájékoztatón, melyen a Baranya megyei közútkezelő KHT számolt be a téli időszakra való felkészülésről. Örömteli hír, hogy a központilag a megyére előírt 252 kilométer helyett idén már 452 kilométer útfelületet tudnak sózással hómentesíteni. Az országos átlagnál Baranya megyében több a síkos és a havas napok száma. A közútkezelő nem csupán technikailag, de az információk vonalán is felkészült. Folyamatos kapcsolatban állnak az országos meteorológiai állomással. Én úgy gondolom, és mi úgy készülünk, hogy egy átlagos térre van felállítva ez a szervezet, és ezt tudja ellátni. A tavalyihoz, illetve az idei év februárjában tapasztalt nagy hóesésre vonatkozóan nem tudunk felkészülni, illetve erőket átcsoportosítva tudjuk ellátni ezt a feladatot. Persze hiába készül fel a cég, ha az utakon közlekedők nem partnerek a baj megelőzésében. Márpedig egy közelmúltban végzett felmérés ezt bizonyítja. Mely azt mutatta, hogy az autósok 31%-a felkészül valamilyen módon a térre, tehát téli gumit vásárol és szereltet fel a járművére, hóláncot legalább berak a csomagtartóba, de 69%-a semmilyen különösebb felkészítést nem végez a járművén. Önök szerint mi az a minimum, amivel egy autósnak illik neki futnia a télnek? Hát különösen itt a Mecsek és Baranya vidékén feltétlenül a téli gumit én javasolnám, sőt kérnénk az utazóktól,
hogy szereltesse a járművére. Ezen túlmenően meg én azt javaslom, hogyha az időjárás egy kicsit zordabbra fordul, próbáljon úgy felkészülni lelkileg és vezetéstechnikailag, hogy ne akadjon el és nehezítse a járművek továbbhaladását, és ezzel a mi munkánkat is lehetetlenné fogja tenni, hogyha ő az útszakaszon elakad. Több partnerszervezet is segíti a közútkezelő munkáját. A rendőrség többek között úgy, hogy ezentúl fokozottan ellenőrzik a járművek téli felkészítését. Így a kopott, az útviszonyoknak nem megfelelő gumik akár a rendszámtábla levételét is maguk után vonhatják. És most a legfrissebb tőzsdei híreket hallhatják a Duna Invest jóvoltából. A vonalban Kababik József fiókigazgató. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Befolyásolta a TVK mai árfolyamát az a részvényfelvásárlás, amiről délben beszélt? Igen, ugye délben beszéltünk erről a dologról. A TVK ma vásárolta föl valószínűleg az osztrák Hamburger Unterland AG részvényének 74%-át. Körülbelül 6 milliárd forint volt a vételár. A cégről annyit kell tudni, hogy Európa negyedik legnagyobb csomagolóipari cége. Árbevétele körülbelül forintra átszámolva 30 milliárd forint, ami a TVK árbevételének körülbelül a 40%-a. A piacon nem keltett nagy meglepetést ez a hír, hiszen ez az akvizíció már körülbelül egy éve készül, és úgy látszik, hogy most érett be. Azonban a TVK 4,5%-ot emelkedett a mai napon, és viszonylag nagy volt a forgalma, úgyhogy mindenképpen befolyásolta. Összegészében mit mondhatunk el arról, hogy milyen napot zárt ma a tőzsde? A tegnapi áresést ma kismértékű áremelkedés követte a budapesti értéktőzsdén, de ez egyáltalán nem volt meggyőző. A BUX 5658 pontos nyitás után 5680 ponton tetőzött, de azután napon belül szinte folyamatosan csökkentek az árak. Az index végül 5612 ponton zárt, tegnapinál 82 ponttal, vagyis 1,5%-kal magasabban. A forgalom a tegnapinál kisebb volt. A MATÁV a szokásosnál alacsonyabb 1,3 milliárd forintos forgalom mellett 3 forintot erősödött, a MOL-ból 3,6 milliárd forint forgott, és közel 2%-ot emelkedett. Az OTP, amely nap elején 8400 forinton forgott, 8200-on zárt, ami 0,6%-kal haladja meg a tegnapi záróárat. Köszönjük szépen a tájékoztatást! Híradónk végén néhány figyelemfelkeltő cím és írás a holnapi Dunántúli napló tartalmából. Ár nélküli termékek. Bár már egy 1978-as belkereskedelmi rendeletes felszólította a kereskedőket, hogy a kirakatokban jól láthatóan tüntessék fel a termékeik árait, mostanáig nem sok helyen működött így. A megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség egy tavaly kiadott kormányrendeletre is támaszkodva most vizsgálatot tartott ez ügyben. 2 tonna lefoglalt kávé Mohácson. 2 tonna kávé vesztek el a mohácsi vámudvarban. Az osztrák segélyszállítmányként feltüntetett küldeményt a szerb hatóságok más élelmiszerekkel együtt visszautasították. Így a szállítmányt egy magyar humanitárius szervezet szerette volna átvenni. A kávé szétosztásának azonban törvényi akadályai vannak. Mi lesz a gyorsforgalmi úttal? A közlekedési tárca 60 milliárd forintot szán a jövő évben autópályák építésére és fejlesztésére, de a költségvetési keretben egyetlen fillért sem könyveltek el ilyen céllal az M6-M56-os út mellett. Érdekes módon a térség ellenzéki képviselője az ügy kapcsán biztatóbbnak látja a kilátásokat, mint az országgyűlés kormánypárti tagja. Mindezekről s természetesen még sok minden másról is a holnapi Dunántúli naplóban olvashatnak. És most lássuk, milyen időre számíthatunk az éjszaka folyamán és a holnapi reggelen. Éjszaka tovább csökken a felhőzet, csillagos égboltra számíthatunk. A légmozgás mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-6 fok között várható. A reggeli órákra 0-3 fokig hűl le a levegő, és sokfelé képződnek ködés párafoltok. Holnap túlnyomóan derűs lesz az ég, a levegő 10-13 fokig melegszik fel. A város híreivel, eseményeivel Önök a Pécs TV híradóját látták. Köszönjük figyelmüket, maradjanak velünk továbbra is.